a Battyányi Örökmécses, az 5. kerületben a Bátori utca és a Hold utca kereszteződése által alkotott téren álló emlékmű. E helyen végezték ki 1849. október 6-án gróf Battyányi Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. A Mécses ünnepélyes leleplezése 1926. október 6-án történt, melyen Lebó István, az utolsó élő 1848-as honvéd is jelen volt. A Mécses egy bronztartóban elhelyezett bíbor színű üvegpohár belsejében található, mely egy 3 lépcsőfokos talapzaton nyugszik. A lámpás 180 cm magas és 4 lábon áll. Az emlékmű többször volt utcai demonstráció helyszíne.